Februártól új vezető irányítja az Ostoros Novaj Bor ZRT munkáját. Soltész Gergő édesapját, Soltész Gábort váltja az elnök igazgatói pozícióban. A banki szférából átnyergelő új vezető 2 éve tagja az Ostoros Bor igazgatóságának, tudatosan készült a váltásra. Sajtótájékoztatón elhangzott, folytatják a cégnél decemberben meghirdetett trendváltást, azaz az eddigi 5 millió palackos éves értékesítés növelése mellett a minőség emelése, a magasabb kategóriák piacán való terjeszkedés is cél. Az elsődleges cél az az, hogy megőrizzük a Borvidék vezető borászata címet, és ennek érdekében olyan minőségben és azt a mennyiséget tudjuk produkálni, mint az elmúlt években. Ahhoz, hogy ez sikeres lehessen, az folytatni kell az elmúlt évek intenzív beruházási politikáját, hogy a kiváló szakember gárda mellett a technológia is adottság meglegyen a jó borokhoz. Soltész Gergő idén mintegy 150 milliós beruházást tervez az Ostoros Bornál, a tervek között szerepel a többi közt a tároló kapacitás bővítése. Hamarosan vendéglátópincét nyitnak a Szépasszonyvölgyben. Az Ostoros Novaj Bor ZRT tulajdonosi köre helyi magánszemélyekből áll, több mint 70 alkalmazottal, 30 alvállalkozóval dolgoznak. Éves árbevételük több mint 2 milliárd forint, amivel a cég a hazai piac meghatározó szereplője.